Levéltitok. Kafka Margit és Bauer Ervin. Kor hat éves lettem, addigi viszonylagos nagy jó mód után, hirtelen maradtam árván és szegényül. A gyerekkoromra nem szívesen gondolok. A fiatalságomban minden nagyon nehéz volt és küzdelmes. Érni húsz éves koromban kezdtem népies versikéket Szabolcska és balladákat Kis József hatása alatt. Erzsébet nőiskolás koromban a Bas Árpád géniuszába. Később Gellért Oszkár szerkesztette a lapot. Az ő bíztató, bátorító szerkesztői levele egy nappal sem volt idősebb nálamnál, már vidéken ért utol. Valamint ott jutott a kezembe készen, csinosan, friss nyomdafestéktől illatosan az első könyvem is. Anélkül, hogy magam szedőt, korrektúrát, kiadót, kritikust a szememmel is láttam volna. Csak most, tizenegy kötet után tudom észszel felérni, milyen nagy dolog ez és elkésve megköszönni Gellértnek, akivel minap találkozva, tíz év után először, örömmel vegyes mélabúval állapítottuk meg, hogy akkoriban mind a ketten hosszabb hajat viseltünk. Ez az első kötet, s a túlságosan is jó fogadtatás, melyben részesült, mégiscsak elkésett nekem. Akkor már nagyon is szövevényesen körülvett és behálózott, megkötözött volt sok-sok dolog, Melyekből kibontakozni azután egy élet sem volt elég. Ha mindez hamarabb jön? Igen, talán egész kis dolgokon múlik minden. Vidékből, családból, előítéletekből, kapcsolatokból, robotos munkából, anyagi nyűgökből, önmagammal való súlyos konfliktusokból. Egy állandó és folytonos kimenés azóta az életem és ezen a kivándorló úton tán csak fényképfelvételek az írásaim. Vagy beléjük kötözve dobom ki a hajomból a fölös élet ballasztot, és lesz minden egyre könnyebb. Szeretnék pár esztendőt még tűrhető egészségben megérni, a kisfiamat lacót nőni látni, néhány álommessziségnek vasúton nyomába szaladni, dúlásig lakni csak álmodhatóan pompás teliségű könyves házakban. néhány kötelességnek érzett íráshoz szeretnék még magamban hitet, csak annyit, amennyi okvetlen szükséges. Vajon ráérek-e mindezekre? Kedves hatvani Laci, mostanában ilyen lepedőkön levelezek, tehát sorra veszem a szíves kérdéseit. Hogy velem mi van? Írom szakmányba azt a rossz regényt. Nekem már csak ez marad. De hogy is jó az? Ha egy teljes nyugodt éven van rá, Dostojevszkii arányú dolgot lehetett volna csinálni abból az anyagból. Így csupa léhaság és vaskos leírások. Érzelmileg? Olyan is van még? Múlt vasárnap együtt, glédában beállított hozzám hét csinos legény. Kiitták a teájukat, elszívták a cigarettájukat, kezet csókoltak, és glédába sorakozva együtt, előre, arc, kivonultak. Kellett, hogy nevessek. Életem szimbóluma gondoltam. A férfiak barátnője vagyok. Kevésbé humoros ez, mint így mondva. Legszomorúbb, hogy ma még lépten nyomon lehetne másképp és nem tudok. De tudom, hogy pár esztendő múlva már majd nem is lehet. Ja, Laci, az ember egyszer csak 31 éves lesz, és akkor nem jut már éppen minden szezonra egy új, igazi, mély szenzáció. Ki kell azt bőjtölni? Ne haragudjék! Én 99 éves vagyok. Az ablakom alatt járnak párok, kispárok, budára sétálók, néha egy ismerős sziluett. Ha így haladok, és semmi közben nem jön, tán úgy nyár elejére, vagy őszre sikerül egy kicsikét, és csendesen, és rezignáltan, és szépen, és verstelenül, és csóktalanul úgy szívileg szerelmes lenni. Lassan megy, de nagyon ápolom, nagyon szeretném. Bután és Léhán flörtöltem egy párszor az utóbbi időkben. Mit mondjak, olyan mérvben, ahogy a pesti leányzók mind teszik, és jó lélekkel férjhez mehetnek felőle. De mégis utáltam néha magam. A léhaság csak nem nekem való. Na, most csúfoljon, ahogy akar. Itt az úgynevezett közéletben minden elpancsolt, félbemaradt, összeszáradt. Már ezért is szerelmes muszáj lenni. Egyszer, egyetlenszer még. Képzelje, a vasárnapjaimon nincs miről beszélni. Minden megállt. A nyugat kicsit komolyabb és jobb, mint volt, és mégis senki észre se veszi. Ha most bukna, az ugat se ugatná meg. Az új nevek, amelyek havonta periódikusan megjönnek, enélkül tán tudós szaladnának, most senkit sem izgatnak már, senki se tanulja meg őket. A Tisza István lapja minden iskolának kötelezően jár. Kemény Simon nagyon lesajnálta benne a színek és éveket. A Franklin a harmadik regényemért is ezer koronát ígér. Húsz év, fél évig a vasárnapi újságban jönne, aztán kiadói jog, akárhányszor, minden pere putyostól. Nem írom meg. Kineveztek, inkább tanításból élek, és kialszom magam. <laughs> Üdvözli igaz barátsággal Kafka Margit. 1913. március. Kedves Laci, a nők. Jaj, jaj, szegény jó Laci, de rossz lehet olyan sokat ölelni. <laughs> Tudja, újabban kezdek rájönni, hogy férfi lenni se éppen fenékig tejfel. Nem mindig mulatságos. Mindig kérni kell, formailag legalább, mindig áll ellenállásokat vívni. És az eredmény sose több, sose más. Hogy a női sírnak. Tudja a jó Isten, mi kell maguknak. Velem most mind az a baja mindenkinek, hogy nevetve és őszintén, barátságos, szíves készorítással búcsúzom küszöb előtt. Hogy miért előtte? Mert bizony igaza van, a viszony nagyon szomorú valami. Súlyos, felelősséges, kényelmetlen, degusztáló. És épp szerencsít szerencsétlenné tesz, mint például egy regénnyel teherben levés. De az utóbbi tisztább munka. Főződni főzve lenni. Aztán mi jöhet abból? Egy házasság az én körülményeim közt. Ezer dolgom, gondom, nyűgöm tetejében még egy férj illúzióit kedélyét ápolni, minden nap kiöltözni neki, félni, hogy mit szól az ebédhez, amit a távollétemben készítettek, beszámolni az óráimmal, a leveleimmel, számon venni viszont őtőle is mindent, ha másért nem hiúságból féltékeny lenni. Fúj! Próbáltam öt évig. Ebben író se különb. Látom, csak rosszabb. Vagy ott a kisded anyagi függetlenségem, és kiszolgáltatni magam későbbi hanyatló napjaimra. Még fújabb. Már olyan okos vagyok, hogy semmi sem jut eszembe. Olyan bölcs, hogy semmi se történik velem. Olyan jóságos, hogy senkinek, magamnak se szerezhetek teljes örömöket. Nagyon szíves barátsággal köszönti, Kafka Margit Egy régi naplós könyv utolsó oldala Későn indultam el, várás gyűrte szívvel Eaj, sietni kell most, utamat vállalni Mozgókép mozgalmat sorsomba vetítni Gázlóim gázolni, sűrőim felverni Szívemet göngyölni idegen szívekbe tikkat kíváncsiság két szemem árkolta. Minden tüske rengetegnek néztem, Útszéli pocsolyát gázlóként gázoltam, Minden jöttment szívet szívemre kötöttem. Jött egy rossz szerelem, végzetemnek mondtam. Most leválnak rólam a szívek, nem fájva, Mint éred gyümölcsről magburka leválik. Mi lehet még hátra? mit kell még akarnom. Talán ezen túl már várás nélkül várok, lusta alázattal sorsomnak juházva. Voltak szavak mégis, miket sosem mondtam. Ezt. Be jó, hogy jöttél. Jaj, ne késsél másszor. Látod, boldog vagyok. Ilyet sosem mondtam. Ilyen szent egyszerűt ilyen szép biztosat. Most jut eszembe, hogy sose voltam boldog. Ami még jöhetne, váratlan ajándék, Szép tükröző látás, szent dilettáns élmény, Hisz néha már tudok örülni egy tájnak. Néha így álmodom, vállamra valaki hát megül vigyázva, Melekkendőt dobna, s lábúj hegyen mint jött, szépen tovább menne. Építő, szépítő, enyhes, jó szerelem. Csak úgy venném, ahogy örülök egy tájnak. Bizonyos, hogy nem lesz. Kicsit tán mindegy is. Talán azért szabad boldogságnak hívni. Napló 1914 Évekkel ezelőtt láttam őt, egy elhanyagolt külsejű diákot Málinál. Elhúzódott, csak Edittel beszélt nagy hévvel és érdeklődéssel sportolgokról. Akkor mondták ki a kedvese is, hogy vannak. Akkor felőlem is lehetett volna regélni. A kisdiák évekre eltűnt a szemem elől. Múlt télen az őrületig ideges voltam karácsony tájt fejeződött be valami furcsa, lilás, érzelmes barátságom egy beteg fiúval, kit meg is látogattam Czürikben. Pestről már csak egyszer írtam annak. A többi levélre nem válaszoltam. Az idegbajom túlságosan lefoglalt és közömbössé tett. Ervin már előbb volt nálam két-háromszor. Különösen rokon találtam, de nem foglalkoztam sokat vele. Néha kérdeztem a rokonait, miért nem jön a vasárnapjaimra gyakrabban ő akkoriban kiállhatatlannak talált. Az akkori társaságomtól, íróktól, festőktől még jobban idegenkedett. Csúfolt minnyájunkat a testvérei előtt. Éreztem, hogy ilyen félén van. Nem volt valami fontos nekem, de mint sok-sok hasonló esetben némi kedélyes humorral vártam, hogy feltétlenül barátságosra fog hangolódni, és megkedvel, ha jobban megösmer. Nem is lepett meg, hogy így volt, amikor negyedik vagy ötödik találkozásra az előszobában kereken kijelentette ezt. Pillanatnyi örömmel szívesen nyújtottam akkor kezet. Soha és sokáig még nem is álmodhattam, hogy szerelemre, és nem csak barátságos szimpátiára kerülhet sor egy nálam tíz évvel fiatalabb emberrel. A Beck állarcos bára készülőben ültünk néhányan egy este a Filadelfiában, ő is a rokonaival. Idegessétett a sok ember és a sok szó. Felkeltem, hogy elmenjek. Ervin váratlanul felállt, hogy elkísér. Gondoltam, minek udvariaskodik. Bántott, hogy háborgatom, kocsiba akartam ülni, aztán mindegy, gondoltam mégis. A kapuban Ervin szokása ellenére kezet csókolt, mégpedig rendesnél hosszabban. Nem értem, hogy én, aki ilyesmiben elég figyelmes és hamar tájékozódó voltam mindig, ebben az esetben teljesen gyanútlan voltam. Igazán nem törődtem akkoriban szerelemfélével, teljesen letettem volt ilyenekről, idegileg sem voltam ilyenre hajlamos. Vagy mert akkoriban az új sejem, ruháim, a sok szabadidőm, szabadságom, sok szereplésem, felolvasások révén több emberben is láttam udvarlási hajlandóságot, és nem sokra becsültem. Az állarcos bál előtt még volt nálam. Egy felolvasáson a nyugatnál. Emlékszem, azért olvastam verseket, mert a novella, amit akartam, nem tetszett neki. A bálra mondtam, hogy tervezek ruhát neki. A sógornője és a családja azonban nagy hevülettel ütötték össze számára a barát csuháját. <laughs> Nagyon kedves volt benne. És amikor karon fogott, becsületből, nobilitásból vittem oda másokhoz, fiatalokhoz. Hogy foglalhatnék én le, ha tíz percre is ilyen fiatal legényt? Én is, mondják, jó formájú voltam pedig a kártyaruhában. Ervin azt mondta szemmel kísért, és őt is kedvetlenítette, ha más karon fogott. Egy ajtóküszöbön egy percig nagyon egymás szemébe mélyedtünk, nagy bátran a sejem állarc védelmében. Másnap hozzám jött Ervin. Megbeszéltük, hogy olvasni fogunk, és tudományos könyveket, egy régi piszkos német fizikát említett. Talán kétszer olvastunk belőle. Aztán beszélgettünk magunkról és mindenről, és jól esett. Egyszer úgy jött Ervin, hogy Cecilhez voltam teára meghívva. Kisétáltunk. Egyet gondoltam, és a hűvös völgyi kocsiba szálltam. Hol sütött, és ez volt az első tavaszi éjszakák egyike. Arra gondoltam, lám, nem érzem kegyetlenségnek, hogy itt járok vele. Ahol a másik fiúval is jártam egyszer egy tarka őszi előtt. Aztán a holdat néztem a fekete fákat, a furcsa fényt, és vigyáztunk, hogy ne adjuk át magunkat a külső dolgok hangulatának nagyon. Nagy tisztás téren ültünk egy padon, és nagyon jól hallgattunk együtt. Nagy dolog jól együtt hallgatni. Később megkértem jönne át velem, és nagyon csendesen lábújhegyen átmentünk a téren. Visszajövet az erdőn át, tréfáltunk, nevettünk. Ervin azt mondja, én kacérkodtam. Ő is. Azt akarta, ne menjek ma Szeszilhez. Én meg azt akartam, menjen ő haza, öltözzék át, és jöjjön oda velem. Ha én egyszer hazamegyek, előveszek valami korbonctant. Ezért kicsit megharagudtam. Békített. Később újra a karomba akarta fűzni a karját. Kihúztam akkor aztán őt szinte kényszeríteni kellett, hogy a kezét ideadja a zsebéből, és kéz-kézben jöjjön velem. A villamoson csak ugyan kacérkodtam pár percig, de Ervin rám szólt érte. <laughs> Ez borzasztóan kedves volt. Hazamenet halat vettünk vacsorára. Én szégyeltem csak úgy enni, de Ervin éppen ezt találta tetszetősnek. Muri jó halevője jutott eszébe, és egyéb ilyenekem mulattunk. A szép zöld ruha a zöld cipővel otthon ki volt már készítve. Megnéztem, de fölvenni kisé már unalmasnak tűnt. Tudja mit? mondtam végre. Nem is megyek Cecilhez. Oly jó esett nekünk egymással beszélgetni. Annyira oldódott az idegességem, és úgy örültem, hogy ez a szótlannak vélt ember ilyen élénk velem. Személyes dolgokról is sok szó volt. Éjfél felé mondtam, most már el kell mennie, Felállt, később odalépett és megcsókolta oldalt fordított arcomat. Furcsa vegyes érzésem volt, amikor elment. Meghatott, megörvendeztetett, és megijesztett. Kicsit bántott is, hogy ilyen hamar is csak így merte. Viszont tudtam, hogy Ervin nekem nagyon rokon szenves, hogy értékes valaki. Sejtettem, hogy itt csak komoly dolog lehetne bennem, és ettől megriadtam, hisz sok rossz tapasztalatom volt már. A következő estén nem olvastunk már, nagyon intim volt a levegő, aztán megmondta, hogy már hetek óta szeret. Akkor csak nagy örömet éreztem, mondtam is ezt. Úgy örülök, ez volt szinte minden, és akartam, hogy még beszéljen. Borzasztó drága volt, amikor megmondta, hogy nem tud. Megindultam, és hálásan csodálkoztam mindenen, amit mondott az érzésről. Hát ilyen is van. Később megmondtam, hogy én is szeretem. És valami olyast, hogy ne kívánjon, inkább szeressen. Emlékszem, megdöbbent ezen, és elhallgatott. De nagyon-nagyon drágán, felejthetetlenül csókolt meg akkor. Ilyen csókot úgy érzem én már nem reméltem soha. És nem is érdemeltem. Drága Leonim, végtelenül meghatott drága, jóságos, tiszta leveled. Azt hiszem, soha el nem veszíthetlek téged, s azt hiszem, mindig meg fogsz engem érteni, és szeretni is tudsz. Én most jobb és tisztább ember vagyok, mint bármikor valaha, és az egyetlen félelmem, el nem veszítsem soha ezt a hitemet önmagamban, és az emberi férfi új tisztességben. Majdnem ezen alapul a boldogságom, azon is, hogy Ervin drága, édes, gyengéd, jóságos hű és megértő, hogy soha így hozzám nem szóltak, hogy soha ilyen egyszerűen, tisztességesen, őszintén forró nem szerettek, hogy soha ilyen jól nem látott engem még senki a hibáimmal és jó tulajdonságaimmal együtt. Senki még előtte nem látta, és szerette a lényeget bennem. Ha csak nem feltétlenül kényszerítő lenne valaha, Elhatároztam, hogy hivatalosan nem megyek hozzá, de tisztán a korkülönbség miatt. Ha húsz éves volnék, vagy ő negyven, még ezt is megmerném tenni, de csak ő vele. Ölel ezerszer Margit. Napló 1914. Nagyon gyakran, szinte minden nap együtt voltunk Ervinnel, és napról napra jobban, komolyabban szerettem. Azt mondja ő is de nála egyéb dolgok komplikálták ezt. Lelkivád és küzdelem, hogy egyetlen kívánságom és egyetlen ígérete ellenére nem volt őszinte. Letagadta vagy eltitkolta, hogy egy éve vőlegény, s hogy eközben is pár héttel előbb nagy, izgalmas viszonya volt egy barátja mennyasszonyával, s hogy mindkét nővel még akkor azon túl csak nem három hónapig levelezett de mindezt nem volt ereje megmondani nekem, s elbírta viselni a kettősséget, s hogy feltétlen és kizárólagos szerelmet játszék. Dicséretére mondva, e küzdés nem volt egészen nyomtalan. Velem szemben való lehangolódásban, hibák keresésében is sokszor nyilvánult. Május 22-én pattant ki a dolog, bár még korán sem minden. Akkor írt két szakító levelet. Sokért nem adnám, ha azt mely vejmárba ment, láthatnám. Egyszerre becsületes elszánással tisztázni akart mindent. Döntött végre, és engem választott. Milyen szép, tiszta volna a múltam, múltunk, ha minden, csók, vallomás ezen a napon kezdődött volna és három hónapi folytonos hazugság emléke nem tapadna ahhoz a képhez, mely felőle él bennem, és amely, nem értem, de így van, oly távol áll minden álságtól, hamisságtól, zavartól, alacsonyságtól. 22-én és azon túl ő is őszintén, mélyen, nagyon szenvedette dolgoktól, ha másképp is, mint én. Nem láttam még férfit, annyira férfit, mint ő, úgy zokogni és összetörni. Mégis, mennyi sok ideig visszaesett még a nem őszinteségbe, a hanyagságba. Igaz, hogy én most már görcsösen, kétségbe esetten követeltem mindent teljes őszinteséget, nyíltságot. Mennyi sok időbe telt, míg zárkózottságát, félelmét, önmaga előtti szégyenkezését legyőztem. Sőt, az ilyen megnyilás talán sohasem lehet tökéletes. Nekem hosszú és kimondhatatlan sok szenvedést hozott ez az idő. És néha nem is értem egészen, hogy mégis túlélte a szerelmem. Minden szavát, ami becses volt nekem is kedves, újra kellett értékelnem, előről kezdenem, és hányszor még azon túl. Hihetetlen harmóniához, váratlan értékekhez jutottunk időközben, és ez máig csak nő és erősödik. Annyi figyelmet, tapintatot, elképzelhetetlen belső aprólékos jóságot, kedvességet, finomságot, gyöngétséget pazarol rám, amilyenben soha, a század részében sem volt részem eddigi hosszú és rossz életem alatt összesen. Azt mondja, bár az ő modora a szerelemben kedvesség volt mindig, ennyire kedves nem tudott lenni egyikhez sem. Én soha, még hasonlóan sem bántam senkivel, bár a vágy és a hajlam mindig megvolt benne ilyen teljes, feltétlen és gyengéd, szenvedélyes odaadásra. Csak ezt tud kielégíteni. Ez az első igazi szerelmem, olyan, amit nem szégyellek magam előtt. Litánia! Te édes kedves társam! Miféle szerződés ez? Micsoda Isten írt, amikor szívünkbe írta. Én puha fehér párnám, mint nem nyughattam eddig. Lelkem szép muzsikája, amit nem hallottam eddig. Bölcsességgel írott könyv, mostanig nem tanultam. Én friss jó egészségem, mi soká beteg voltam. Én reggeli harangszom, szép napos délutánom, szelíd esteli lámpám, sűrű csillagos éjem. Ó, éjem, égem, kékem, te kedves kedvességem, csobogó teli korsóm, friss hajnali harangszóm, csendes nyugalmas álmom, napfényes délutánom szerelem. Ezt már írtuk, prózába, versbe sírtuk. Szerelem, olcsó szó ez. Szerelem, így ne hívjuk. Apám vagy és fiam vagy, a mátkám és a bátyám. Kicsiny fészkes madárkám, ideál, szent, komoly, nagy. Pajtásom, kedvesem vagy. Hittel és emberséggel első te, kit vállallak, kit szívvel, szóval vallak, és álmomba se csallak. Kit bántani nem hagynék, kiértán ölni tudnék. Te édes, kedves társam, miféle szerződés ez? Mi csoda Isten írta? Napló, Róma Itt lettünk mi készen egymással. Itt bomlott ki végképp nekem ez a lélek. Ott váltódott hozzám, és itt tapadtam hozzá örökre. Nem voltunk itt vidámak, nehéz, nehéz órákat is éltünk át. Egyszer 24 órát szobában, sőt ágyban maradva a legsúlyosabb csatákat vívtuk láthatatlan ellenfelekkel, majdnem végzetest. De mi győztünk itt meghalt a múlt. Itt enyém lett Ervin egész lelke, itt megmondott és megmagyarázott mindent. Itt megértettem. A szép, komoly, örök városban láttunk mindent, amit én tavaly. A fórumra bekiáltoztuk egymás nevét. A Castello Cazeriben vacsoráztunk, a Via Appian kocsisztunk alkonyatkor, s a Kóvádi szkápolnába beléptünk. A koloszeumban azt mondta, ne haragudjék, ez nekem is nagyon tetszik. <laughs> Milyen borzasztó drágán egyszerű ez az ember. Ahogy a Termák Múzeumban az Ankiói leányt megnézte, az a pósztalan, igaz, csendes elgyönyörködés. Ez valóban szép. No, és aztán? Ez a kérdés van mögötte a hasravágódó Lipót várossal szemben. A Péter templomban végighallgattunk közelből egy kismisét megilletődve és kisé zavartan állt, mintha a templom megsértődne és kegyetlennek ítélné őt, mert zsidó. Az olasz templom, ahová flörtölni, hűselni, enni, aludni betérnek. A vatikáni szoborcsarnok sok szép márvány daliája. <hül> ő sokkal szebb. A gyönyörű, kutas, virágos, oszloprendes udvarai. És mégis legnagyobb élményünk itt az este volt. Mikor fél öttől háromnegyed tizenkettőig ültünk két kávé mellett, és mindent elértünk, teljesen egybeolvadva lelkileg, kijött minden ok és minden magyarázat, a múlt, a gyerekkora, a belső lassú, passzív rezisztenciája, az ő külön és rejtett gőgű karaktere. Most, hogy környezetét jobban ismerem, látom csak, milyen igaza van, mennyire csak olyanná fejlődhetett, amilyen, hibáival együtt. És miért éreztem mindjárt olyan rokonnak. Mennyire inkább testvérem, mint testvéreié. Mennyire egy a törvényünk, mennyire egy matéria vagyunk. Szinte tapinthatóan. Akármi lesz, mint emberek és barátok soha el nem szakadhatunk. Ezek szent órák voltak. Most boldog vagyok, mondtam este az ablakban. Stán azért jött minden rossz. Másnap hajnalban egy inkben megálltam itt, és meghültem, este beteg lettem. Ervin gyógyítatott két kedves egyetemi tanár kollégával, mellettem ült, és drága, szent türelemmel ápolt. Harmadnap a sürgőny hivatalnok azt mondta, La guerra! És én, ki nevetve feküdtem az ágyban, tréfálva a betegségen, bajokon, összetörtem most, és sírtam, sírtam összetört világunkon, tönkrement boldogságomon, mindenen. Rettentő volt az út hazafelé. Az ankónai hajón hangos magyarok s nyugodt, tiszta apácák, lenne az ebédlőben már síró anyák a fiaikkal. Fiumében szegények és züllöttek voltunk, egy kertben aludtunk délutáni álmot. Margitka, van még háború? kérdezte egyetlenem a kék szemét felvetve álmosan. Hogy álltunk sírva és kimerülve fényképész elé? Szörnyű, zsúfolt éjszaka. Ervin vagy kétszer ki kell hevesen az igazságtalanság, a méltatlanság ellen. A pesti szalmaláng lelkesedés utóhangjaira értünk haza, s a család erőszakos, tapintatlan, hangos és forszírozott viselkedése, rossz akarata még inkább lehangolt. Szörnyű búcsúzás volt ez. Bizonytalanság, keserűség, belső dac és ellenállás, hogy mindennek vége. Nem tudtam, nyolc napig nincsen már a szerb harc téren. Hírt nem vettem, örjöngve sírtam napokig, nem volt erőm elrakni kedves holmiát. Végre jött egy sürgőny. Még Szegeden van, s egy hétig ott is marad. Azonnal csomagoltam, lementem. Ott a Siposné kis szobájában kezdtem el ezt a naplót. A város csendes, megnyugvó, érett és lassú, nem láng lelkes, és nem reménytelen. Így kellett történni. Nincs is háború, Margitka, mondta drágám. Oly távolinak tetszett. Csak mikor beosztott társa csomagolt, hogy délre induljon, akkor döbbent meg. A hétvégén házasságot kötöttünk, fél óra alatt az anyakönyvi hivatalban. Kicsit ijeddeztem, de ő erős kézzel vitt és rendelkezett velem. El is válhatunk, Hebegtem lelkiismerett didergéssel, de ő nevetett a drága. Tyú, tyú, tyú most már caplizhatsz! És annyira az övé voltam már előbb is. Mi tárthat nekünk egy házasság? Feljött velem tizenhárom napra, hogy levizsgázzék. Ki tudja hányadszor mézes heteinket élve, vizsgára készültünk. Idegesítette, undorította, de akarta. Nagyon akarta most, és sikerült. Egy hét múlva a promóción esküjét hallottam: Hogy siet, hogy érlelez az idő. Így lesz az emberből doktorné. Napló, nem tudok mást másnak másról írni. Hosszú üres órákban is vele kell foglalkoznom. Első megtalált egyetlen társammal, akit viszont láthatok-e. És ha igen, megtaláljuk-e oly hosszú idő múlva egymásban ugyanazt, megváltozásaink összehangolhatók lesznek-e hiány nélkül? Nem állunk-e idegenül egymással szemközt? Nem áll-e közén gátul az a néhány tett, szó, elmosolyodás, amivel sok-sok távoli napunkon megcsaljuk és megszegjük majd a fájdalmat? mert egy hosszú évig a fájdalom egyetlen gesztusába merevülni, fél percnyi elszórakozás látszatával sem véteni ellene, ezt az ember lelki alkata nem bírja el, túl gyarló hozzá. Pedig ma szentségtörésnek érzem azt is, ha valakinek normálisnak tetsző hangon jó napot kívánok. És mégis beszéltem emberekkel, igaz, hogy mindig ő róla. Később tán el is mosolyodtam volna néha. Ő első naptól élt, tréfált a többiekkel, sakkozott, társaságban vacsorált. Örülte nekem igazán most, tíz napi hírcsembevés után a kaszárnya előtt. Jötté felém azzal az ellenállhatatlan ösztönös vonzalommal, ahogy két mágnes összetart. Nem volt én -e már is zavarodás íze a csókjaiban. Úgy élte ez alatt a tíz nap alatt, ahogy tudnia kellett, egyetlen elbírható számomra. Drága uram, alig várom a sürgönyöd. Egész éjjel szörnyű dolgokat álmodtam felőled. Téged vártalak, vártalak haza, de hiába. Végül egy öreg néni jött, te mamád, de nem olyan volt, aminőnek mamádat leírják. Azt mondta, ne is várjalak haza, mert egy másik nőnél maradsz, egy leánynál, kivel régi viszonyod van, gyereke van tőled, s a nő beteges, hát erkölcsi kötelesség is, és ne álljak útjában. Én visszagondoltam, hogy épp mielőtt elmentél, beszéltél róla, hogy soha semmi nem vethet véget a viszonyunknak, és az elutazásod előtti szavaid jutottak eszembe, a tényleges tegnapi szavak. Mondtam, jöjjön el legalább mindezt személyesen megmondani, ezt a néni lelkére kötöttem, de mert nem bíztam benne, kérdeztem a nő lakását. Az olyan helyen lakik, hogy nem fogsz rá találni. Akkor felébredtem. A szívemen feküdtem, de nem sokára jobb oldalamon azt álmodtam, hogy sötét este villamoson mentünk, az első peronon. Te kiszálltál valamiért, még láttalak a kocsi előtt, aztán eltűntél, lemaradtál. Képzelheted, hogy hatnak bolond idegeimre ezek az álmok úgy szeretném a hangodat hallani. Drága te, iszonyúan aggódom a vonat miatt, nem történt-e bajod, a sürgönyt alig várom. Ha most nem lett baj, akkor ne is utazz egy darabig, most én megyek a jövő héten. És addig komolyan és nagyon akarok dolgozni. Te is, ugye szívem? Én nélküled nem bírnám az életet, ezt jegyezd meg jól magadnak. Ma írtam Express 60-inak, s elküldtem Ilona néni levelét. Délután veszek Lacinak egy kis konzumsüteményt, s könyvet, tám még ma feladom neki, aztán dolgozom. Most haladni is akarok tíz nap alatt. Édes szentem, a löbb lányhoz menj be. Egyébként ne adminisztrálj, hanem dolgoz nyugodtan, és engem szeressél, szeressél. Én borzasztóan imádlak, te egyetlen. Hű Margitod! Budapest 1918. október 20-a hétfő. Kórházba mentem tudakozódni utánad, most már úgysem ebédelhetünk. Nem szép, hogy egy szót sem írsz. Azt sem mondják, hol vagy, azt sem mikor jössz, csak hogy nem jössz. Bezzeg jégen. Jégegen tudtál írni legalább. Borzasztóan el vagyok keseredve. Temesvárhoz még épp ez hiányzik, hogy együtt ebédelni se lehessen, s ne is írjon nekem a kisuram. Olyan vagy már, mint egy sovány gebe, még ne is ebédelj. Kutya istenit a katonaságnak. Isten veled, Margitot. Drága jó uram, mindenem! Olyan pompás pontosággal jöttek a drága leveleid eddig, s oly szépek voltak, hogy a legnagyobb nyugalommal, mely távol létedben lehetséges, voltam felőled, és nem gondolok rosszat féltékenységből sem, soha, de soha. Most itt csütörtök délelőtt, halaska irodájában gépelek neked, kint gyönyörű téli nap, csak rém hideg, de itt nagyszerűen melegszem. A lakás bizony hideg így fűtetlen, de ma Stella azt a tanácsot adta, hogy aludjam a fürdőszobában, s égessek ott gázt. Aprófát nem lehet kapni, se nagyot, főleg azt spórolom, de eddig szenet sem sikerült. Pedig, ha feljössz, akkor meleg szobának kell lenni, s mindennek, nem csak te miattad, hanem én miattam is, hogy egy kicsit teljesen és zavartalanul boldogok legyünk. Lacó nálam alszik néha, s olykor persze befűtünk, Szenet minap fenyő is ígér talánra, de azt hiszem megint a fuvarozáson fog múlni ebben a rettentő időben. Szóval egyelőre spórolás, gázzal pótlás, s barátainknál melegedés. Drága mindenségem, a pótkávé a házi szonyé lehet, de a zsír semmi esetre, azt hozd, mert néha főzgélni is fogunk. Hozd az egész menást, s ne felejtsd a cukrot, kis lisztet, fehérecs, grízt, sőt egy fehér kenyeret is prézlinek fasírdva. A cukorjegy mind a háziszonynál van, adj rá pénzt, s követeld. A ruha általányodból, ha lehet, fizest ki a könyvszámlád Moravecnál, s okvetlen rendeld meg a Virchovsz archívot, de okvetlen! És drágaságom, ha küldesz kolbást vagy kemény tojást, vagy szalonnát, vagy ha kis süteményt süttetsz, vagy akármit iszonyú hálásan fogadok, Add kis pakban, akkor a levelekkel együtt hordják, kis kezelik, vagy esetleg ajánlva, ha telik a pénzedből. Itt minden nagy segítség, mert kivált lacóval rengeteg pénz megy, de azért nehogy koplaj, vagy megfosszad magad a kávéház apró, idegerő, spóroló költekezéseitől. Egy élott virslit is vacsorára, s mindig kávécskát sokat. Itt dolgozni se lehet úgy, bár most délelőttönként kint a szerkesztőségben fogok dolgozni, és próbálok esetleg tárcát írni, cikket minden esetre. A regényhez is tanulnom kellene már kissé, még a könyvtárban sem voltam DNS-nél. A regény árát már félretesszük spórolt pénznek háború utára. Jó lesz te, drága szentem. Csak dolgozni szeretnék, és veled foglalkozni. Tulajdonképp csak ezt a kettőt. Minden egyéb csak erőltetés. Dolgozni azt fogunk bizony, és csak azért is fene ebbe a háborúba. Csak nem fog minket kiforgatni, megrontani vagy befolyásolni. Lásd, ezt el is várom tőled, drága tukum. Ez kell ahhoz, hogy nekem mindigre az uram maradhasson egyetlen ideálom. Dolgozni csak azért is, és mindig, és ha sokszor eredménytelenül is, a munka már magában is valahogy termékenyítő, és sosincs hiába. Mindig kisül utóbb, hogy haszna volt, akármit is csinál az ember. Záporos háborús levél. Mi sokan vagytok. Millió kis katona gázol most vérködben, fagyott mocsáron, füstpernyés, és fölsebzett úton. A végek vadvölgyein át már fújdogál a hideg szél. Oly káván egy ritmusú léptük, oly egy színű szürke gúnyájuk. Élet töméntelene. Durva fölösség porszeme egy-egy. A szédült sokaságban nem kérthetik hova, merre, csak mennek, bár nem értik, mi sodorja őket, a tébolyt. Hogy tűzhelyet, műhelyet hagyva, otthoni szokást és gondot, járjanak dult faluk útján, vérködben, fagyott mocsáron, s ha kiáltanak nekik, öljenek szörnyű robajjal. Mert más mező, más szavú szomszéd ugyanezt műveli velük. Túl akar jönni, hogy nevezze enyémnek a földet bár azé örökre a föld kitúrjas rátapad élte. Nem, nem értik. Ki akarta? Honnan jött e suta kényszer? Hogy ember törjön így emberre, föld alól lesve, mint okos vad. Mi jó most a föld vadjának? Kímélik attól a fegyvert, és téli álmot alszik kispárjával csendes oduban. S mi sokan vagyunk. Millió picike asszony sír itthon a párja után, Méri gyötrődve az időt, Ír bíztató levelet és könnyezi lája betűjét, Lesi a postát, jaj, eleven még a kéz, mely írta, Asztalnál egy hely üres, és torkának ad a meleg étel, Keserűn száll özvegyi ágyba, Mi vackon pihen a másik. Majd imádkozik és tervez. Ó, hogy terít majd neki asztalt, hogy kíméli meg a gondtól, hogy keresi mindenbe kedvét. Sose mond kifogást, engedve hajol szavára, körülte lábújhegyen jár, hogy csendel gyógyítsa szívét, és feledni, feledni segítsen sok vádas, iszonyú látást. Hozd vissza Isten, csak őt. Ha betegen kigyógyítom én, csak jöjjön. Ha csonkán is, felderítem éltét halálig. Ha elrútítva, nézze tükörbe, szívembe magát. Elváltozva, én vissza volt magához terelem. Kis ajándék legyen éltem, hogy neki szenteljem ezen túl. Mi jók leszünk ezután. Egyszerűek, békések, tűrők kiakadt fenn kavicson, ha hegyomlásból szabadult élve. Így beszél ma minden asszony, ki gyötrődve méri az időt, hogy elbírhassa épp észsel, idegen munkába roskat, idegen sebet íral, hát ha lát mégis az Isten. Ha nem rejtő szégyenkezőn most tág ege kárpítja mögé. Jaj, millió asszonyi kény közt ki se ösmerszik asszonyodé. S mégis, csak te meg én. Te messze, én itt. Most ugyanazt a holdat nézzük, és egymáson pihen a szívünk. Bár egy percünk se hasonlít, bár hetekig jön tőled a hír, bár gázolsz, sarat és vércs a téli földbe tanyázol, bár sírva írok itt most mellettem bús üres ágyad. Mi történhet velünk? Megölnek? Ó, nyűgözi egy gyilkott görcsösen virrasztó szerelmem. Ha percre ellankadnám, tán meglelné drága szíved. De régebben vagyunk mi egyek, tovább is egy a mi utunk. Tán elmossa képem az idő. Hogy szánnálak nélkülem téged. De csak egy szót kell majd szólnom, hogy szívemre ősmerjen szíved, és visszajöjj, akárhonnan szolvejgod esti dalára. Mint pecsétet tettem szívedre magam, mint bélyeget a te karodra, mert erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a koporsó, az igazi szeretet. Nagyságos dr. Bauer Ervin úrnak. Temesvár, Garnizon Laboratórium. Édes drága Ervinem, ma szerda van, s én holnap után megyek. Ma nagyon rám a spanyolnátával, szörnyű járvány itt, és sokan halnak. Igen kellemetlen baj mindenképp, mert néha egy hétig 40 fokos lázzas, őrült rosszul léttel jár. Nem félek csak az egyedül léttől itt a bronchiális hajlamaimmal. Holnaptól nem járok villamoson, ott szedik fel főleg. Lizoformalmosok kezet, aspirint tartok itthon, s ha lázat érzek, felülök hirtelen vonatra, és futok hozzád. Mert itt ragályos lévén senki sem merne gondozni. Teklát se kérhetném a gyerek miatt. Drága szívem, ne hitt, hogy hipokonderkedem. Iszonyúan szeretlek, s amíg csak bírom, s ha bírom, megyek, bíz minden szombaton abba az Istenverte városba, míg te vagy benne, drága, egyetlen mindenkém még csak egy kártya és egy levél jött sürgönyön kívül. Nem lesz elé inspekciós, épp szombatról vasárnapra virradó éjjel. Csak ezt írd meg, mert ha igen, akkor később jövök, akkor nem tudnék ott hova menni. A lakásodat se tudom. Párnát paplant vigyeke. A mindig újra viszontlátásig ezerszer ölel nagyon-nagyon szerető asszonyod. Margitod. Levlapjaimat ne hagyd széjjel, kis drágám, sehol. Lesz Nagy Anna búcsú sorai 1918. decemberében. Csak ritka, rövid találkozások futamában pillanthatta meg a hazaérkezett Margitot. Egyszer olyan boldog volt, hogy nem bánta már mit ír, akkor fakadt belőle legszebb verse. Egyszer olyan nyomorultan féltette boldogságát, hogy éjjel-nappal zokogott. Akkor írta a kék nyarat, zaklatottsága remekét. Aztán utolszor, olyan elintézetten megnyugodott volt, hogy nem törődött saját magával, csupán a világ sebeivel bíbelődött, azok fájtak neki. Tervezett munkája is objektívebb bibliai távlatba siklott. Aztán elment. Olyan beteljesedett lehetett a lelke, hogy szeretett teljes, megbékélt fölénnyel tudott meghalni, és magával hívta gyermekét. Áldottak legyenek mindenek, akik hazasegítették a vándor kafkamargit értékes, drága ajándékokkal megrakott lelkét. Levél titok. Erkiedit összeállítása hangzott el Kafka Margit naplóiból, leveleiből, verseiből. Elmondta Ráckevei Anna.